Güth Máté, a Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny nagydíjasának előadásával vette kezdetét a kiállítás megnyitója. Tanai Guzorán Annának már gyermekkorától szerves részét képezi az életének a művészet. Két nagyanyámtól tanultam meg a textil szeretetét, a hímzés kultúrát, illetve a szövés kultúrát tőlük örököltem, és ennek a szeretetét, és középiskolától fogva tulajdonképpen a művészethez, a rajzoláshoz és a festészethez nagy indítatásom volt. Ilyen pályán is helyezkedtem el, hiszen művészetpedagógusként, rajztanárként dolgozom. És most már örömömre, nagy örömömre 5 éve Bonyhádra visszatértem, és itt a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Általános Iskola és Alapokon Művészeti Oktatási Intézményében dolgozhatok. Alkotó tevékenységemet tulajdonképpen az életem folyamán műveltem. Természetesen a család és a munka mellett, hiszen mindig ez a kettősség volt jellemző a munkásságomra, hogy művészet, szeretet, alkotás, illetve tanítás. A kettő összeolvadt az életembe. Mai kiállításon 50 darab munkát látunk, vagy láthatunk. Ez az 50 munka, ez 4 textilből, szövött kárpitból áll, és 46 tűzszomászból. Többnyire festett vaslemezen égettük az ománcokat, egy-két rész alapon készült munkát láthatunk. Ezek nagyon többnyire friss alkotások, talán 4-5 kivételével, mindegyik 2024-ben, tehát ebben az évben született. Tehát nagyon friss munka. Ismételten hangsúlyozom, hogy munka mellett, tehát nem lehet napi 8-10 órás tevékenységről beszélni, mert akkor más a fekvése a történetnek. Tehát ezért hónapokra is elhúzódhat, vagy hetekre is. Tehát azt a munkaórát bele kell tenni, nem lehet megúszni. Tehát ez nem egy napos, meg két napos tevékenység. Több 10 órás alkotó folyamat eredményeképpen születnek ezek a munkák. Mindegyiknél a tervezés, illetve hogy megszületik egy gondolat, amit meg szeretnék jeleníteni. És akkor a gondolattól függően keresem meg azt a kifejezési lehetőséget, amivel ez megvalósítható. Tehát a textilhez ugye textiltervet készítek vázlat formájába, majd kartonra hordom fel a vonalstruktúrát, és többnyire, ha van időm, akkor színesbe is elkészítem az egy-az-egyben készült vázlatot, ha nem, akkor fejből ott a szövés közben hozom létre a kész alkotást. Az ománcnál hasonlóképpen ott is a témától függően, hiszen láthatja a kedves közönség, hogy vannak nagyon improvizációszerű munkák is, és vannak nagyon komoly vázlatot igénylő munkát, tehát nagyon eltérő az alkotói hozzáállás. Alapvetően egy empatikus embernek gondolom magam, tehát mint nőként is, mint pedagógusként is, mint sok gyerekes édesanyaként is, alapvetően az érzelmeimből, tehát az érzelmi motiváltságom az mindig megvan, és így ennél fogva, tehát így nyúlok egy-egy témához. Most különösebben a textilek kapcsán is a tűzszomászba próbáltam átültetni, vagy belecsempészni a magyar népi ornamentikának a világát, hogy ezt hogyan lehetett összehozni, nagyon inspirált. Tehát az a fajta szimbólumrendszer és motivumrendszer, amit őseink évezredek, évszázadok óta használtak, ez szinte ilyen újból ilyen élményként felfedeztem, és nagyon jó játékokra adott lehetőséget. Madárdal ez bevillant, tehát ugye azt szokták mondani, hogy az az ötlet a legjobb, ami úgy az embernek égi sugallatként érkezik. És van egy ilyen című munkám, ahol megpróbáltam ötvözni a textilt az ománccal.
és tulajdonképpen ezért lett ez a viszonylag friss munkáról beszélünk, és ezért lett ez a címadója a kiállításnak. A Bonárdal a madárhoz nagyon emocionálisan, nagyon kötődöm, nekem abszolút a léleknek a megtestesítője, és a madárdalban számomra benne van az is, hogy tehát az emberi hang nem lehet több, mint egy madárnak az elhangzó reggeli kis dala, madárdal az életünkben. Tehát egy pillanat, egy rezzenés, és mégis gazdaggá válik az életünk ettől.